Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb videóban, és én nagyon-nagyon érdekes szervert hoztam el nektek mára, ami nem más, mint a Hazard Roleplay. Na most nem tudom, hogy mennyire hallottatok már magára a szerverről, hozzám már egyébként eljutott, hogy létezik egy olyan szerver, ahol igazából nem a teljes mappon tudsz játszani, hanem csak a mapnak egy bizonyos részén, tulajdonképpen egy falu, egy falusi RP, hogyha lehet így mondani. Gyakorlatilag, ezt gyorsan megmutatom, és aztán mondom tovább, tehát gyakorlatilag a teljes mapnak ezt a részét használja csak ki a szerver, tehát ahol itt most elhúzom az egeret, ugye végig itt a folyónál, itt lentebb egy picit, itt ahol van ez a waypoint, és így megyünk gyakorlatilag följebb, tehát ez a része van tulajdonképpen RP-re bocsátva nektek, tehát gyakorlatilag egy kis falu, ahol játszódik az egész történetünk. Na most nem csak ez a lényeg, hanem maga a korszak is. Ugye mivel falut játszunk, ezért megpróbálta a szerver egy kicsit régebbre vinni ezt a dolgot, és ha jól tudom, akkor az 50-es évektől vannak autók, vagy a 40-es évektől egészen a 85-ös évekig, tehát azt hiszem, hogy most jelen pillanatban ilyen 85-86 körül, tehát 1986-ot írunk, de nyilván megpróbálták úgy megcsinálni, hogy a járművek is korhűek legyenek, megpróbálták a ruházatot is úgy megcsinálni, hogy korhűek legyenek, és gyakorlatilag a munkákat és az egyéb ilyen dolgokat is úgy alakítani, hogy a szintén korhű legyen, tehát most vissza fogunk menni egy kicsit az időben, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá. Nagyon nagy előnye az, hogy nem feltétlenül baj, hogyha kevesen vannak a szerveren, ugye? Általában megszokhattuk már azt, hogy az egész térképet tudják gyakorlatilag használni, és azért, hogy te mondjuk megtöltsél egy teljes térképet, oda rengeteg emberre van szükség, na viszont itt nem. Tehát mivel ugye egy kis részén játszódik csak a térképnek maga a játékterületünk, vagy a játékunk, ezért sokkal, de sokkal kevesebb ember is elég ahhoz, hogy gyakorlatilag egy ilyen folyamatos mozgásban legyél, és mindig találkozzál valakivel, mindig van interakció, ugye a rablások ugyanúgy megvannak, úgyhogy ezt a szervert fogjuk most megnézni, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Akit érdekel egyébként a Hazard Roleplay, ott van leírásban mindenféle információ ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudtok fölmenni, és akkor én meg igyekszem nektek bemutatni, jó? Úgyhogy akkor kezdjük az elejéről, öveket becsatolni, Hazard Roleplay következik. Az első dolog, amit szeretnék nektek mindenféleképpen megmutatni, azok a rewardok, ugyanis a szerver nagyon jól támogatja a kezdőjátékosokat. Van egy parancsunk, amit hogyha beírsz, ami nem más, mint a daily rewards, ezt le fogom írni egyébként majd a leírásba. Ti is, hogyha följöttök, akkor hogyha beírjátok, hogy per daily rewards, akkor ez fog nektek itt beugrani, és ugye itt folyamatosan, ha jól tudom, akkor 1 per 28 nap, tehát 28 napig ti minden nap kaptok majd valamit. Ugye itt láthatjátok, most nem tudom, hogy én mennyit fogok tudni ebből megnézni, ha jól látom, akkor az első hetünket. Ugye itt van, hogy az első például üdvig $2000. Tehát gyakorlatilag, hogy fejsz a szerverre, már a rewardok között kaphatsz $2000. Ezt most én elfogadom, és ha minden igaz, akkor meg is kaptuk, és jelzi is nekünk, hogy gyakorlatilag megvan. Most megnézzük a többit. Itt van egy olyan, hogy hívd meg a barátodat egy üdítőre például. Vagy ebből vajon minőhet ki, ugye itt magvakat fogsz kapni, akkor itt kést fogsz kapni, itt kólát fogsz kapni, itt fájdalomcsillapítót, horgászbotot, halicsalit, tehát mindig, minden nap kapsz valamit, ami egyébként baromi jó, mert ezeket ugye nem kell megvened, és a végén van egy nagy reward, amit ugye nem látunk majd a 28. napon, ami mit tudom én, lehet fegyver, vagy bármilyen nagyobb dolog, amiket szintén tudtok használni, úgyhogy mindenféleképpen szeretném elmondani, hogyha feljössz a szerverre, akkor ne felejtsd el beírni a per daily rewardot, rengeteg nagyon jó cuccot tudtok belőle kapni. A másik fontos dolog, amiről mindenképpen szeretnék még nektek beszélni, mielőtt még belássuk magunkat a szerverbe, az pedig a játékosok megkülönböztetése. Ugye alapvetően megszokhattátok már azt, hogy általában, hogyha fölmész a szerverre, akkor valamilyen úton módon előnye van annak, aki frakcióban van. Mert például tud motozni, vagy bilincselni, vagy rabolni, vagy bármi. Na most itt gyakorlatilag semmilyen megkülönböztetés nincsen. Már amikor ugye fölmész a szerverre, tulajdonképpen egyből megvan neked is az interakció, tehát át tudsz kutatni, el tudsz venni tőlük dolgokat, tudsz rabolni, stb. Tehát gyakorlatilag a szerver nem kényszerít rá arra, hogy te mindenféleképpen lépjél be valami frakcióba és menjél rabolni, mert csak abból lesz pénzed, stb. Nem, itt mindenki saját magának tudja alakítani. Tehát valaki él mondjuk egy parasztosabb életet, de ugyanazokkal a lehetőségekkel ugyanúgy el tud venni bárkitől bármit. Valaki meg mondjuk élhet egy illegálisabbat, nyilván itt is van rendőrség, serifség, ilyen munkás, olyan munkás, ezeket majd meg fogjuk nézni, hogy milyen munkák vannak. Tehát
nincsen különbség a rendes játékos és a frakciós játékos között. És az azért nagyon fontos kiemelni, mert én is, hogyha valamikor az életemben még fogok szervert csinálni, én sem biztos, hogy különbséget tennék benne, úgyhogy ez mindenféleképpen nekik egy pluszpont. A harmadik fontos dolog, amit még szeretnék nektek elmondani, az pedig maga a rablásnak a mechanikája. Ugye itt tulajdonképpen a térképen minden látszanak a boltok. Gyakorlatilag bárkinek lehet, aki beszerez magának vagy megvásárolja, saját boltja. Na most a boltok ugye úgy működnek, hogy nyilvánvalóan az a te boltod lesz, tehát ergo, aki valaki szeretné ezt mondjuk kirabolni, akkor nem az van, hogy te tudod, odamész, és akkor script ad pénzt, hanem az adott boltnak, a forgalmának a 30%-át tudod elvinni. Tehát gyakorlatilag játékos játékostól tud rabolni, nyilván nem a 100%-át, 30%-át, de ez is egy nagyon-nagyon jó megközelítés, hogy tényleg a játékoson múlik az, hogy éppenséggel mennyit viszel. Nyilván itt már lehet azért gondolkozni azon, hogy hú, most akkor ez a bolt forgalmasabb, akkor lehet, hogy ezt a boltot kéne kirabolni, nem a másikat. Tehát ez már egy kicsit így haj az a való életre leginkább, hogy tényleg ott is megválogatod nyilván, hogy mondjuk nem a sarkiba mész, mert ott kevesen vannak, ha már valamit pakolni akarsz, hanem elmész három utcával arrébb, mert ott tudod, hogy ott rengetegen vannak. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó dolog. Lássuk meg akkor, nézzük meg, hogy mi tartozik itt a térképünkhöz. A lényeg az, hogy gyakorlatilag amennyire kicsi a játszható terünk, annyira nagyon-nagyon sok minden van benne. Van nekünk itt egy Doni húsfelvásárlónk, ugye alapvetően itt működik a vadászás, ahogy itt is látjátok, ki lehet jönni, lehet vadászni, és nyilvánvalóan el tudjátok adni a húst. Van italfelvásárlónk, ez biliárd szerintem 8-ból bár, szóval valószínűleg biliárd. Alfred Farm takarmány felvásárló. Van egy autószalonunk, ezt meg fogjuk nézni, a szokásos autóiskolánk. Barackfa, ez valami farmos meló, ugye valószínűleg lehet szedni barackot. Van szokásos benzinkutunk, Black Lantern fogadón, boltunk, boltvásárlónk. Bringa bérlés, tehát nyilvánvalóan, hogyha nincsen az elejétől kezdve neked valamiféle járműved, akkor természetesen tudsz bérelni valamit. Burgonyaföld, bútorüzlet. A házakról annyit, hogy vannak házak, amiket meg tudtok vásárolni, és ezeket a házakat egyénileg be lehet bútorozni. Tehát nyilván itt a bútorüzlet az arra vonatkozik, hogy te bármilyen bútort vehetsz, ami éppen vehető, és azt el tudod magadnak helyezni, tehát teljesen egyedire tudod szabni a te kecódat. Van nekünk egy bányamunkánk, kaszinó. Na, a kaszinóra kíváncsi leszek, mert én azt hallottam, hogy a kaszinónál ott nagyon-nagyon jól meg vannak csinálva ezek a dolgok, úgyhogy oda biztos, hogy be fogunk nézni, és majd lehet, hogy görgetünk egyet-kettőt a ruletten. Citromfa, csirkevágás, csónakhajóbolt, csónaktároló, dinnyefölfarm, disznóvágásfarm, eladóházak, ugye, mennyi eladóház van? Hát azért van. Azért van. Engine repair, oké, vödörtejfeldolgozás, farmer munka gézabá, favágás munka, úristen, közben nehogy itt izé elkapjanak a vadak, mert ezek jönni fognak ám. Favágás munka, favágó, oké, fodrászat, gabonaszántás, garázs, grass speed, sheriff hivatal, gyapotföld, szövet munka, használt járművek. Járművek. A járművekről egyébként még annyit, hogy meg fogom majd mutatni, hogy milyen autókat lehet választani. Viszont az autóknak van egy limite, tehát nem mindegyik autóval tudsz ugye végtelent menni. Ezzel is azt próbálják meg erősíteni, hogy inkább egymás között próbáljátok meg. Ugye a használt járművek, ez pont erre jó. Tehát aki mit tudom én megunja vagy bármi az autót, akkor nem újonnan megveszi a boltba például, mert mondjuk egy limites autóról beszélünk, és mondjuk négyet lehet belőle kapni, mert egyik autóból se lehet sokat kapni. Fogja, oda megy a használt autókereskedéshez, és gyakorlatilag megveszi azt az autót, amit éppensége kinézett magának, vagy mit tudom én, szólott az aktuális embernek, aki ott van, hogy figyelj már, foglal róla, hogyha látsz egy ilyen autót, akkor tedd nekem félre. Szóval ebben is rengeteg lehetőség van, ez is nagyon-nagyon jó. Hazard megye bank, hentes üzemi farm, ingatlan ügynökség, Iris Royal, járműmosó, kórház, lefoglalt csónak, lefoglalt járművek, lézli, zálogos, másik ember ház, ugye látjátok, hogy mik azok a házak, amik már megvannak vásárolva, nightclub. Na, ezt már szeretem. Itt végig fog menni az olyan, mint a Váci utca, nem? Patika, patrol, plasztikai sebészet, postásmunka, rizsföld, roadway garázs, szeszfőzde, szövetmunka, szóval tényleg tetoválás, ugye mondjuk az egy megszokott dolog, pont. Itt van a kaszinónk, ugye hol a kaszinónk? Itt a kaszinónk. Na és mivel ugye mindent ide raktak be, ezért mindent egyedileg mappoltak le, és mindent egyedileg csináltak meg, amiért szintén jár egy pluszpont. Na első körbe menjünk el, nézzük meg az autókat. Ugye nyilván ezt már említettem nektek, hogy ezek korhű autók, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd rá. Na mi van, bedöglött a motor? Na megy ez a motor.
Igazából az a szerencsénk, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt oda lehet érni A-ból B-be, illetve aminek még utána néztem, 1948-tól 1985-ig, talán 85-ig vannak autók. Most ezeket gyorsan itt át fogjuk pörgetni. Nyilván nem viszem el őket tesztvezetésen, mert akkor itt ülnénk egy órát is, de nagyjából meg szeretném nektek mutatni, hogy milyen autók közül lehet választani, és amiről beszéltem, ugye itt vannak a darabszámok, tehát egyikből sincsen sok darab. Ugye itt is ilyen egy-egy-egy, ebből mondjuk két darab van, de hogy inkább a használt autó kereskedésben érdemes, egyrésztről olcsóbb is, másrésztről meg hát RP tulajdonképpen, tehát sokkal több mindent meg tudsz ott vásárolni, illetve sokkal több darabszámban, mint mondjuk itt. Na nézzük, ugye van nekünk Faggiónk, azt ismerjük, Chevy Wodding, Chevy Capricénk, Caprice. Ugye ezek korhű autók, tehát itt azért Lambóra ne számítsatok kék neonnal, stb. De aki szereti ezt a feelinget, én egyébként személy szerint nagyon-nagyon szeretem. Tehát a régi autókat, az izomautókat, az old school ilyen Harley Davidsonokat, stb. Ezeket kajálom. Tehát nekem ez is például egy baromira tetszetős motor. 35 ezerbe kerül egy red bike. Ez bőven-bőven kielégíti az én ilyesfajta vágyaimat. Én szeretem ezeket a korszakokat. Szerintem sokkal, de sokkal hangulatosabbak néha. Főleg, hogyha jó emberek is vesznek körül a szerveren, akkor meg aztán főleg. Na, Lada 2107, Fogalóa, van egy Vudunk, Zaporozsec, azt a betyárját. MGTD, na ezt mondjuk elfogadnám, ezt az MGTD-t, ez nem rossz. Ford E150, oké, megyünk tovább. Van azért egy pár, most mondjuk a harmadik oldalon és 13 oldal van. Ford Deluxe Club Coupé, Cadillac 60, Ford F100-as traktor. Na most a traktorról annyit, ameddig itt nézzük közben az autókat, hogy vannak különböző munkák, például a farmer munka. Ugye a farmer munkát, hogyha elvállalod, akkor saját traktort kell hozzá szerezzél. Itt például meg tudod venni a traktort, tudsz szántani, stb. Iszonyat feeling. Na nézzük, Nash Metropolitan. Volkswagen Beetle, Dunloader, Ford F6, Ford Edsel, ezt is tudom mondani a nevét konkrétan, Audi 100-as, Austin A55-ös, Plymouth Voler, ugye ezt ismerjük, Ford F150, hello, Hauler Truck. Na, vannak kamionok, Phantom Truck, ez a Hauler Truck, Ford Granada, az is egy jó kis autó, Chevy 150-es, Merci V122-es, Ford Bronco, itt is egy kamion, Chevy Bel Air, Thunderbird, Impala, Volkswagen Golf, MK1, az volt már a Golf? Amikor az MK1 is, az lehet, hogy az ilyen 80-as évek eleje környéke szerintem. Chevy Custom Deluxe, Hudson Hornet, a jó kis Hudson Hornet, Zombie B, Demon V2, Wolfsbane, Toyota 2000 GT, Pontiac Bonneville, Cadillac Caddy, jó napot, Enduro, Harley Davidson Iron, ZL400B, Chrysler New Yorker, én kis mocim, ez a Harley Davidson Fox MK1, ez egy geci jó motor egyébként, Chevy Eldorado, Harley Davidson Road King, ez se rossz, Silverado, ugye, Bonneville Coupé Roadmaster, ott is egy Harley. Hát van egy hangulata. Chevy Corvette, az 50-es, Ford Escort RS, 86-os, Escort RS, 86-os, MK2, Impala, Cherokee, ez is nagyon menci, Oldsmobile, 442-es, azt a kurva. Ez is egy jó kis autó. BMW 507, Buick GSX, Chevy Camaro, BMW M3, na azért csak ott van egy BMW, Shelby GT69, Porsche 550, Spyder, és még mindig van két oldalunk, hát azért van benne egy pár. Chevy Eldorado, Pontiac, Ford Mustang, a 68-as, az mennyibe kerül? 300. Dodge Charger 1969-es, Ferrari California, Chevy Impala, Porsche 944-esünk, egy BMW 3E21-esünk, Shelby Cobra Mazda RX-7. Hát azért ezek nem rosszak. Ezek nem rosszak. Na, ez kell nekem, fogadó szelvények, oké? Haha, igen. Na, itt van az, hogy gyakorlatilag úgy tudsz fogadni, hogy meglévő valós sportesemények alapján tudsz fogadásokat kötni. Tehát mit tudom, én most játszana mondjuk, ez a mai nap, amikor én ezt a videót ezt fölveszem, akkor jelen pillanatban ugye az FC Nürnberg és az FC Szent Pauli valójában tényleg foci meccset játszik egymással, és én erre tudok igazából itt fogadni teljes mértékben élőben. Na most ráteszünk egyet, mennyit tegyünk rá? Na, várjál. Mondjuk tegyünk
Hát ez egy döntetlen. Jó, tegyünk a Kaiserslauternre, jó? Tegyünk a Kaiserslauternre, mennyit tegyünk rá? Mit tudom én? Legyen mondjuk 4000 dollárt tét megjátszása. Oké, sikeres tétrakás, tökéletes, és majd amikor ugye vége van a meccsnek, akkor fog nekünk jelezni, hogy éppenséggel én most nyertem, vagy buktam a fogadást. Illetve van nekünk még ilyen egy, ezt most vettem észre ebben a pillanatban, egy lottó kitöltésünk is, egyébként 500 dollár KP kitöltés, oké. Válaszol a felsorolt számok közül 5 darab számot, majd írja a mezőbe. Mit tudom én, veszővel elválaszol, oké. Akkor legyen mondjuk a 24-es, 32-es, olyan nincs, akkor legyen a 29-es, 18-as, 12-es és a 8-as, és leadjuk. Oké, hamarosan értesítünk, sikeres és szelvény leadás, tökéletes. Amúgy tényleg annyira jó hangulata van, tehát így mész, tényleg ez a vidéki feeling, nem az van, hogy 450-nel megy a motor, hanem egy normális tempóba tudsz haladni. Én most, akikkel itt egyébként találkoztam, tök jó tempóba haladtak, le lehetett állni, beszélgetni, stb. Szóval nekem, én nagyon szeretem ezt a falusi RPT-mát. Eddig még nem nagyon sikerült olyat csinálni, ami tényleg egy ilyen mindenki számára érdekes szerver lehet, viszont én ebben látom a fantáziát, úgyhogy mindenkit arra búzítok, hogy adjatok meg egy esélyt, menjetek föl, nézzétek meg, mert egyébként tényleg nem rossz. Tehát rengeteg minden olyan dolog van benne megcsinálva, ami nem azt mondom, hogy egyedi, hanem igényesen vannak összerakva. Tehát, hogy tényleg olyan dolgok vannak benne, ami úgy élvezhetővé teszi a játékot, nem az van, hogy mindenhol csak azt látod, mindenbe egy kicsit belenyúltak. Szóval, mehetek föl, nézzétek meg. Kinéztem egy melót magamnak, ez valami áramkörjavító, vagy nem tudom én mi lehet, de el kell mennem előtte tankolni, mert villog a csóróságjelző. Na veresd bele a benyát! Egyébként akadnak vissza és számmal, ott is állnak, ott is RPG-zgetnek, játszanak, beszélgetnek egymással, úgyhogy ez tényleg szimpi. Na, megérkeztünk közben ez a munkához, csak nem fogom tudni elsőre, hogy hol kell bemenni, de szerintem itt. És valahol, ha minden jól megy, akkor itt fogom tudni ezt a melót felvenni. Legalábbis, ha minden jól megy. Munkaruha felvételéhez. Oké. Na, mindig föl kell venni a munkaruhát. Az elméletileg megvan. És ha megnyomod az E betűt, akkor itt bejön neked az, hogy új munkapozíció, jelenlegi munka befejezése. Na most két opció közül válaszhatsz, de ezt azért nem én mutattam el neked, hogy kérsz egy új munkapozíciót. Az új munkapozíciót azt ugye kirakta neked, és hogyha neked például ez túl messze van, akkor tudod azt mondani, hogy jelenlegi munka befejezése, és kérsz egy új munkapozíciót, és maximum, hogyha nagyon lusta vagy, akkor kérsz egy másikat. Na hát most engem ez elküldött a bánatba, úgyhogy kérünk egy másikat. Úgyhogy ezt most szépen lemondjuk, és addig fogjuk kérni, amíg legalább egy közeli nem fog ide nekünk bejönni. Hát ez mondjuk már nem is rossz, de ennél azért te tudsz jobbat is. Úgyhogy legyen még egy. Ezt csak így megmutatom, hogy lehet ezzel variálni. Igazából nem feltétlenül kell, mert tényleg nincsenek nagy távok. Csak meg akartam mutatni, hogy erre is van lehetőség. Nem feltétlenül van értelme igazából foglalkozni vele, de aki mondjuk még ennél is lustább, bár egyébként sanszos, hogy annyi idő, míg újat keresel, mint hogyha kimennél oda, szóval annyira nincsen nagy gáz vele. Tehát érdemes oda menni, ahol éppen adja. Oda megyünk, elmegyünk a területünkre, ez most nincs is egyébként olyan messze, úgyhogy ez tökéletes lesz nekünk. És ha minden jól megy, akkor valamiféle ilyen áram, nem tudom micsodát, dobozt, vagy valami ilyesmit kell keresnünk. Aha, megvan, itt a kérdőjelünk, nyomj egy E-t a szereléshez. Oké. És akkor az a szituáció, hogy vannak ugye lekapcsolt áramkörök, ezeket szépen felkapcsolgatod, rájuk kattintasz, platy, 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 oké. És ez igazából sikerült, és kifizettek, tehát kaptál 78 dollárt, fogod magad, és mész a következő pozícióra. Megérkezel a következőre, fogod, bekapcsolgatod, plutty, 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 és gyakorlatilag készen van, és már mehetsz is a következőre. Kíváncsi leszek arra, hogy erre is itt mennyit fogunk kapni. Gyorsan fölkapcsoljuk itt is, plutty, plutty, plutty. Oké, 74 dollárt, jó, tehát átlagosan olyan 50 és 100 között kapod a dollárokat, ami egyébként nem rossz. Kinéztem a kaszinót magamnak, el fogunk menni, megnézzük a kaszinóban, mi újság van. Annyi van, hogy elkezdtünk egyet rulettezni,
és írd le a kommentbe, jó? Hogy szerinted piros lesz, kettőt fogunk tenni, és írd le sorrendben, jó? Hogy szerinted piros lesz, vagy szerinted fekete, kíváncsi leszek, ki fogja eltalálni. Hó, itt már vannak, várjál. Halló, halló. Oké. Itt mi van itt? Halló. Nyomj meg az E-t, hogy megnyisd a boltot. Kasinó szerencsekerékjegy, 650 dollár, illetve sorsjegy. Hát figyelj, én veszek egy olyat. Oké, kifizet. Nem megfelelő mennyiséget tüntetél fel az egyetételeknél. Egy. Hűha. Nagy buli van. Na, elméletileg megnyertem. Vásároltál egyszeres grippet ennyiért. Oké. Kaszinós szerencsekeréki jegy. Adj is te! Hello. Zseton kassza, el lehet vinni? Kár érte? Ja, csokolom, csokolom. Zsetont szeretnék kérni, zseton vásárlás. Mennyivel játszunk? 10 dollár egy darab. Akkor vegyünk, mit tudom én mondjuk. 1000 darabot. Ha? Ez mondjuk jól néz ki. Tét emelése, oké. Okay. Jellegi tét. 910-et raktam a pirosra. Na gyere, ez amúgy tényleg jól néz ki. Pedig nagyon gurult, de egyébként elég élethelyen gurul ez a golyó. Meg tudom ezt közbe pörgetni? Meg. Erre használjuk el a szerencsekerékhegyünket. Mit nyertem? Mit nyertem, bazeg? Hát pénz, papa, de mennyit? 20.000 dollárt! Oké, okay, hello, szia. Hát az köszi szépen. 1090-et föltesszük, mire tettük? Fekete volt az előbb, akkor megint föltesszük a pirosra. Na gyerekek, szurkoljatok, jó? A piroson kell. Nagyjából 10.000 dollár van most a piroson. Pörgess meg, pörög, pörög, pörög. Piroson kell, hogy legyen. Piros, piros, légy szíves, piros. Fekete. Hát ez most abban jött össze. Találtam még egy ilyet. Ebben gyorsan még vettem zsetont. Játék elkezdése. Oké. Okay. Hello, szia, szevasz. Jó, rakjunk fel egy ezrest. 500-as tétet tettem föl, az nagyjából ilyen 5000 körüli. Figyeld, és megkeveri a csávó. Akkor. Póker, papa. Gyere. Na nézzük. Meg tudom nézni? Meg tudom nézni. Mekkora király! Hyde Card Queen. Oké, tehát van egy dámánk. Jó, játszunk. Oké, rátettem egy 500-ast arra is. Tehát 500-as kiadja a lapot, és még egy 500-as, ugye, hogy menjen a játék. Oké. Jó, és neked mit van, papa? 4-es, bubi. Ezt meg is nyertem. Magas lappal. Na és várjál, hogy ez még nem lenne elég. Akkor van itt egy ilyen, ezt nézzek, ez baromi jó, figyelj. Nem tudom, hogy ebben mennyit lehet egyébként nyerni, fogalmam sincs. Hát nyilván szerintem itt az életedet is el tudod játszani egyébként, de ha bejön, akkor na, plusz 5 zsetont kaptunk, fasza. Megkaptad a fizetésed 150 dollár. Na az a helyzet, hogy engem annyira megfogott itt a vidéki élet, hogy nem akartam, de megcsinálom. Elmegyek, és ugye említettem már nektek, hogy a kamionos munkához, illetve a farmos munkához meg kell venned a traktort, vagy pedig a kamiont. Hát én most elmegyek és veszek egy traktort. Én ezt nem bírom ki. Hát ebből kamion lesz, gyerekek. Ebből kamion lesz. Méghozzá, melyiket vegyük meg? Phantom Truck, Hauler Truck. Ezt, megvesszük ezt. Add ide. Add ide. Köszönöm szépen. Hahaha, vettem egy kamiont, hallod? Jó Isten! Hát ezt nekem ki kell próbálni. Mondjuk meg kell hozzá keresni a munkát, mert még nem tudom, hogy hol van. Úgyhogy gyorsan megkeresem hozzá, hogy mit kell csinálni, és startolunk ezerrel. Nem bírom ki, gyerekek. Muszáj vagyok fölvenni még egy melót. Jó, naha, és itt már több meló is van. Na itt van például sajt, transformátor, posta szállítmány. Hát figyelj, melyik adja a legtöbbet, hát. Melyik adja a legtöbbet? 1056-ot ad ez. Kaució befizetése és indulás. Oké. Okay. Jó. Csatlakoztathatod a pótkocsid. Ott a pótkocsi, oda ráállunk szépen.
Na? 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 Várjatok, rosszul álltam be. Ja. És akkor meg is vagyunk. Azt mehetünk. Ezt mennyire kell messzire vigyem? Ó, na ez a deal, papa! Ez mi? Ja nem. Azt hittem már ide kell vinni, mert mondom, ezer valahány száz. Egyébként ez sincsen sokkal messzebb. Hát figyelj, ezért az $1000 szerintem, hát nem tudom mennyi idő, míg odaérünk. 3-4-5 perc maximum. Még annyi se lesz. 3 perc alatt ott leszünk, azt tudni biztos. Óvatosan a kanyarra, oké. Hát igen, itt azért a emelkedőn fölfele, ezt nem nagyon szereti a Verda, de rádudálunk egy kicsit, hát ha jobban megy. Na, egyébként tényleg begyorsult egy picit. Jó, itt a kanyarokra nagyon vigyázni kell, és akkor padlógáz előre. Nyomasd neki. Micsoda gyorsaság, látod? Mondtam én neked, hogy ez a kamion, ez baromi gyors. Jó, és akkor ha minden jól megy, akkor ide most platty. Leadjuk, köszönjük szépen, 92%-os, 100%-os. Jöhet a zsé, és meg is kaptuk a pénzünket. Na és itt van még egy bolt, ide még be akartam menni megnézni, hogy hogy néz neki. Van itt parancsok, felkiáltójel, inspect, meg ilyenek voltak, az minket most annyira nem. Viszont a bolt rendszerre még kíváncsi lennék. Oké, tehát van kóla, horgászbot. Ja igen, a cigiről hallottam ugye, hogy itt külön lehet cigizni, tehát meg tudod venni, be is tettem egyébként, betettem. Marlboro 500 dollár per darab, raktáron 17. Figyelj, veszek egy 3 dobozza, erőt, egészséget, szívesen. Mit vegyünk még? Water, Redway, rádió, telefon, a jó kis Nokia, mi? Beef, steak, kenyér. Jó, kenyérből veszünk még. És a vízből is veszünk még, mit tudom én, egy 5-5 darabot. Nekem ez tetszik. Nekem ez tetszik, megmondom őszintén. Jó, hát nagyjából ennyit terveztem. Ha lesz még róla, már pedig valószínűleg, hogy lesz róla még további videó, vagy esetleg élőadás, vagy bármi, akkor mindenféleképpen meg fogjuk majd itt a további dolgokat még nézni. Én azt gondolom, hogy egy próbát megér, mindenféleképpen. Nekem a hangulata a szervernek nagyon-nagyon tetszik. A munkák nagyon jók benne. Legalábbis, amit eddig így megnéztem, meg így utána néztem, stb. Egyébként a Discordjukon minden le van írva, tehát nagyon jó fejek voltak. Csináltok egy teljes leírást ezzel kapcsolatban, hogy milyen munkához mi kell, mi szükséges hozzá, milyen segítség, stb. Stb. Térkép meddig van lezárva, szóval mindent megtaláltok a Discordon. Akit érdekel a Hazardról, például a Discordról, lent van a leírásban. Én mindenféleképpen bízhatok mindenkit, hogy nézzétek meg ezt a szervert. Nekem személy szerint tetszik, nekem tetszik a hangulata, tetszik az, hogy ilyen vidékies, tetszik az, hogy össze vagyunk zárva egy picit, tehát ilyen kisebb, ilyen falusiabb a dolog tényleg, és van rajta 30 ember konkrétan, és így azt érzed, mintha te jó Isten basztus lennénk egy csomóan. Szóval mindenféleképpen próbáljátok ki, nem rossz, egyetlen egy dolog van, amire tényleg figyeljetek oda, hogy nem 2 perc alatt lehet pénzt szerezni itt. Egyébként az hosszú távon nem is probléma, mert így mindenki megbecsüli a saját értékeit. Úgyhogy még egyszer Hazard Roleplay, nézzétek meg a leírás, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy feliratkozást a csatornára, és ne felejtsetek el dobni egy lájkot. Jönnek még hasonló tartalmak, illetve most már a YouTube-ra is folyamatosan töltögetek föl videókat. És ki tudja, a végén még lehet, hogy itt is találkozhattok velem egyszer-egyszer. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó szórakozást a szerveren. Sziasztok!